Buongiorno mindenkinek, itt újra ezután folytatjuk az Assassin's Creed 2-t. Ahogy említettem, minden egyes alkalommal, hogy Assassin's Creed 2 és végére azt csinálok, mondok pár szót olaszul. Mondok is. Mondok számot 0-tól 10-ig. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jécsi. Köszönöm szépen, grazie mille. Kérem, prego. Bocsánat, mi scusi. Nem értem, hát így a kezdjük úgy, hogy értem. Ho capito. Nem értem, non ho capito. Tilos, vietato. Gratulálok, congratulazioni. Hogy vagy? Come stai? Beszélsz olaszul? Parli italiano? Persze. Con piacere. Oké. Okay. Már is akkor mene. Legközelebb majd talán úgy döntök, hogy hétfőtől vasárnapig mondom meg, hogy azok mit jelnek. Va bene, ezio. Lássuk, mit tudsz. Fékez. Arra. Christina! Christina! Who's there? Me! Oh, it's you! I should have known! Christina, best put you on it. Fine, but only for a minute. A minute is all I need. Indeed. Csak hogy jött sokáig fog maradni. That came out wrong. Most teszed akar vele. És közteti. Hát szemesek egymásba, de ennek következménye van. Mert gyűlölnek. Mert hogy apja gyűlölje, hogyha itt vagyok. Christina! Christina! Celia! Tutor will be here. Sveglia! Come, my daughter. Azt mindig egy. Is it really so terrible that... Figlio d'un cane! What is this? Perdonate, messere! Chiedo venia! I'll kill you! No, no. That's not necessary. Guards! Guards! Voglio la sua testa! Hogy milyen beteg faszok volt? There's really no need for violence. Hát ezek semmi sem szent. Mindenki terz akarod meg. Ne akarnak ölni. Hogy rohadnál meg. You have me confused with someone else. She needed some help with some things. I'm mostly innocent. Na ez méltó vagy, hogy elvegyem tőled a pénzed, amit támadtál. Most már megkértem a doktorát, hogy teljesen gyújtson fel. Ez az auditore voltája. Mielőtt belevágnék a főküzdetésbe, előbb nem egy kis verseny.
Jörgen még mielőtt leszándék mondani, még egy szót a szót. Robbantás, explosione. I can outrun anyone in this distretto. I hear you the best. Prove it. Va bene, messer. Smere. No, mi ma fa? Miért kell messze lennie? Merre? Erre? Ha, köszön! Sír oda, ér oda! Aha, egy derő. Ti vagytok a bastardó! Én csak úgy rám támadtok. Nem vagytok mi dolg, mi a pénzeteket se. Jó, most már ne. Lassan. Something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Yeri di Pazzi last night, and then this little visit to Christina. Your behavior is unacceptable. It reminds me of myself when I was your age. Grazie, padre. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo Di Medici to review. I need them delivered to him. Return to me when it's done. Grazie, padre. Vigyázzunk a kibaszott pazzikra. Ezután nem szent semmi. Na, nyilvánvaló a pazzikról, hogy faszopó mindegyik.
Ben trovato. How are you? Ben trovato. Come sempre. I will learn for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? They've gone to Villa Careggi, I'm afraid. And not expected back for at least another day. I'll let my father know. Dobba, what do you do? Még egyelőre nincsenek az örök a tetőn. De már szóval megtartozom el, hogy mindent hasba szúrom. Jó, a pouch. Meg most növelem ezt. Kicsivel. Abbiol, mention me to your friends, eh? Jón, dottore, segíts! Grazie, dottore! No, non ho scinato! Keep up the good work! Bischero! You worry too much, Giovanni. Francesco di Pazzi is in Francesco prison. Alberto. The threat is ended. A vezéve elmúlt. Szerint. Állítólag. Hello, son. You remember my friend Uber? Good morning, Gonzalo Neri. Barátnak a hagyikipotát. Holgában egy dagadt fasz. Si, padre. But it seems Lorenzo is out of town. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while, but for now, see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. Ben, akkor itt az idő. Három küldetést teljesíteni, de ezek még ráérnek. Egyelőre még várok vele. Ebből a küldeménnyel kezdek. Courier. Gyorsan a helyszínre kell jutatni a levelet. Nem számít, hogy ki fog elkapni. 4 perc alatt meg kell csinálnom. Hé, ne bújj el, baszki! Gaber. Nos, merre? Mi van az a köcsög? Jól van, időben jó állunk, akkor menjünk a másikhoz. Yes.
He's something. I know him. What exactly? Not you! He's there! Yes, sir! Yeah, de ti kan poppa hör. Yeah, jag sa upp. Basta, dai! I'm winning! Jag sa upp att då. Ecco, sapi. Maria. Come mi mascia liscio? Most. What are you doing out here, Petruccio? Yes, Petruccio, quietly. I want those feathers. A tollakat akarja. It's a secret. If I get them for you, will you go back inside? Yes, I promise. Va bene, Petruccio. Sietni nem kell ezekkel. Elég időm van megtalálni. Ojjaj, mit csináljak? Ja, csak vissza kell menni, persze. Úgy felejthettem ezt el. Here, as promised. Grazie, brother. You still haven't told me why you want these. I will, in time. Csak hogy nem fogja elmondani. Ez a helyzet, ámbra. Ők még várhatnak egy kicsit. Addig utána nézhetek azoknak, amiket meg akarok szerezni. Tehát meg akarom szerezni a madártólakat, mind a 9-et. És úgy befejezni az első memóriát. Ott van az első. Második az itt, valahol. Jaj, ez be van falazva. Olyan magasan nem lehet.
Ezen a területen kéne lennie. A tehát dolgokkal a vegekben is kéne, hogy legyen valami. Oh, come on! Hol lehet egyáltalán? Ezen a területen kéne legyen valahol. Vagy hol? Én nem adok komolyan, mászok fel a magas szarra. Ott van! Második megvan. Itt kell legyen 12, aztán 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hát akkor menjünk erre a magas területre. Tűnj is innen, ne is sással! Ott van! Fel kell jutni a legmagasabb tetőre. Biztos, hogy valamit van. Jó, akkor ugorás! Következő itt lesz a közelben.
looking for trouble. Put in all the cut clothes. Ebből kerülöm ezt. Na! Mi van? Ott ahogy támadni mert, ha? Ti? Nem volt még egy pofon. Nem kaptam már egy pofont így. Nem hagytál békén, úgyhogy cselveszem a pénzedet. Itt kell lenni a közelben. Négy. Most ide. Ott a következő. Ott a következő. Itt lesz a következő. Az a következő. Hét. A 17. valahol itt van. Mondd kérdésen, hogy itt kell lenni a közelben. Remélem, nem ebben. Azt akarja, hogy ide benézzek. Ah, itt van! 8. És hol a 18-dik? Valahol itt kéne lennie. Hát akkor nézzünk körül itt. Ott a következő.
Jó, akkor menjünk vissza. Hey, Claudia. How are you? Bene. You shouldn't keep things from me. It's Lucio. What of him? I think he's been unfaithful. Who told you this? The other girls. I thought they were my friends. Harpies. Also kis. You're better off without them. I loved him. No, Claudia. You only thought you did. He should suffer for what he's done. Wait here. El kell fizetni ezért. I'll go have a word with him. Senki nem sétegetheti a hugo. A Kosi Bita küldetés, folytatjuk. És figyeljék az adott bázist, minden megtalálta az emberekről. Jaj, itt nem ez az. Claudia Auditore. Igen, ő a harmadik gyermek Giovanni-nak és Mariának. Én idősebb vagyok nála. Petruccio... Idősebb Petruccio-nál. De fiatalabb. Még Federico-nál is. Ő a legfiatalabb auditori családtag. Ő az apa. Christian Vepucci. Ezio végszerelme. Szerelme. Hát pedig akkor nem sokat tudni. Szóval aki megcsalj, az a férfi, aki megcsal egy nőt, azt el kell verni. Nem megölni. Ha megölöm, gyilkos vagyok. Ah, ma sei un corto. Stupido bastardo! Te voglio il bastardo! Poi lo fanno. Dai, again. Megérdem így. Baszakodtak velem. Szóval ez igaz. Ez itt a kövér nőjét és csalja meg. But what of Claudia? I thought you'd been promised to her. A father said I could do much better than an auditore. Tényleg egy fasz. Ah! Birbante! Come, let us walk a bit. What? I had something else in mind. Oh, Duccio. Na, ennek már tanulja vagyok. Hey, lurido porco! Ezio, my friend! Ma che te piglia! You insult my sister. Megsítetted a... Raiding around with this puttana. Puttana az kurva. I saw the gift you gave her. Heard the things you said. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtù. You broke her heart. And now I'm going to break your face. L'auditore is all top me. But when it comes time for action, ha! You'll regret ever opening your mouth. Basta! Mi arrendo! Stay away from my sister! Tasta a vongot a hugomtól. Szúz a picsába. Na így kell ezt csinálni. Ilyen a bída. Stop! Stop! I
need to talk to you. What are you up to? Fubba pofád a faszopó! Na itt van egy beta küldetés. Nem csak ilyen a worst scene. Nagyon a fasz, sose adja fel. És nézd, gyere vissza. Igen, és egy mecsó. Itt mindegyik nő, aki azt kell, hogy ellátsa a baját. Állj! Ó, be a pofád, ne gyere, ne kövessél. Szóval a sas szememet kell használni. Ott van. Fogd a pofád! Rohadék. Itt minden őr egy rohadék. Az Igor nem tudja figyelni. Fölfelé. Most jött az anya. Buongiorno, madre. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. And you? Still recovering from last night? Io van sto bene. I have no idea what you're talking about. Of course not. Anyway, I have an errand to run. I'd like you to join. That's a good question. Come. It's not far from here. I know about your fight with Vieri. Tudod, a Vieri elleni csodáról. What fight? Per piacere. Let's not play this game. He spoke ill of us. I could not allow him to continue. I'm sure he's having a hard time dealing with the accusations against his father. So abbiamo a testi. Francesco di Pazzi is many things, and none of them good. But even the suspected to be capable of murder. What will happen to him? I imagine there will be a trial. At the bell, then. Speak at it. He'll have to. He's the one with the evidence. Now I want to think. I wish there was another way. You've nothing to fear. Everyone wants justice done. Mindenki igazságot akar. It is an unfortunate state of affairs. De itt sajnos nem lesz igazság. Itt volnánk.
Hello, Leonardo. Madonna Maria. Buongiorno, Leonardo da Vinci. Molto onorato. L'onore è mio. Let me go. Vabbè, certo, the paintings. I'll be right back. He's very talented. Niente, è giusto. Ma dei pesci. Vital to understanding and enjoying life. You should find an outlet. I have plenty of outlets. I meant besides vaginas. Mother. Vogue. Back to your house then. Si, si. Ezio, Vogue. Leonardo, will you? Forse chi c'è che messer Leonardo da Vinci. So, no. Ezio, what do you do? He's been working for his father. Obviously. Sì. You're to be a banker. Ok, il voto che in buon carte. Ah, tu. Mark, was it? Again, so, first. It's been difficult for me to settle. Painting is nice, but I often feel like my work lacks, I don't know. Andremo dopo festi. Does that make sense? I'd rather contribute more practically, more directly. Architecture, perhaps, or anatomy. I'm not content merely to capture the world. I want to change it. Oh, Leonardo, I have no doubt you'll go on to do great things. Vi ringrazio, madame. Ti stai a te, ho lavorato. Questo non è un'egyetlen hírség, aki a valóságban is létezett. Thank you for your help, son. Don't let me keep you from your other duties. It was nice to meet you. I hope our paths cross again. Anch'io. Anch'io, il best. Non lo so se c'ho mosche a dire. Ezio, cominza. I need these packages delivered to associates of mine in the city. I also need to retrieve the message from a pigeon coop not too far from here. Va bene, I'm getting done. Come back here when you're finished. There are some things we need to discuss. And please, my son, stay out of trouble. Sì, padre. Dov'è? No, Zed. Giovanni Alatore? Yes. Were you followed? No. Chi követne? Why would I be followed? Give me the baggage. Tell your father that they're moving tonight. He should as well. Who's moving? What's going on here? Wait, come back! Explain yourself! Van titkó bizonyára, vagy nagy beszélesekedik. Ja. No, ez most komoly!
Giovanni's kid? No, idiota. He just happens to look exactly like the man. Give it here. Don't worry, boy. We're not contagious. At least I'm not. Nem olyan rohadék. Küldetés teljesítve. De mi miatt folytatnám? Ez itt csak... nincs. Federico! Serezio! I'm sorry, I'm so sorry! What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria, to prison! Bebörtönözték a testvérét meg az apját. Claudia! Aga megúszta. Nagy az anyja. You're right! Yes, but mother... She's in shock. Sokkolyan, mi történt. When she resisted. It's not safe here. Nem biztos, hogy ez a hely. Someplace you can take them. El kell vinni ilyenkit. Yes, to my sisters. Good, do that. In the meantime, I'll go see my father. Jó van, jelent el. The guards were looking for you as well. Engem is keresnek azok a faszopó őrök. Börtön madár. Notorious, hogyha teljesen van, akkor nagyon figyelnek is, majd gyorsan cselekszek. Még lehet ez, hogy... Fel kell, hogy legyen. Ez itt a kivégzési helyszín. Itt szokta Uberto kivégezni a faszot. A gyilkosokat. Ez még mi? Azt visszatartja a fal. Ha megpróbálnám megszerzni. Hát, ahogy látom. Egyik egy próbát. Hát valamennyire, de inkább azzal várok egy kicsit, mert az volt a terv, hogy 9 legyen. Most első sorban nem álltam megnézni a DNS-t.
tehát sequence az a főküldetés. Viewpoint, a toronyokra kell felmászni, a madártollak. Kincsek, amiből 330 van. De gyere csak eddig. Itt egyenlő 27-et tudtam megszerezni. Itt összesen 27 van Firenzében. Azon kívül van Monteriggioni-ban, Tuscany-ban, Forli-ban és Velencében. Jó pénzed is elveszem tőled. Nem vagy miért óra. Nesze! 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 Én is jelen szom pénzt, ha mehet vagyok. Took a bit of a beating, but I'm all right. What of your mother and sister? Safe now. Aneta took them. Yes. Wait. Tudta, hogy ez megfordult. Not the way it did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain. There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Mindent vegyek el a poltából. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. De he was with me in the office this morning. The Gonfaloniere, I remember. Now please, tell me what's happening. Bácik, anke mögött. There was a note for you at the pigeon. It said, go, Ezio. Go now. Ha, csak nem lehet megtudni sok mindent. Jó van, már elég lesz. Szívesen folytatnám, de akkor lenne okom művelteni. Mert legközelebb egy olyan faszokot fog ki, kinyírni, aki meg is, nem csak hogy megérdemli, de a leggyűlöltebb rohadék az Assassin's Creed 2-ben. Nem a fő boss, hanem az, aki... aki az Ezio és a testvérek életére tör. Addig is, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, sem adtok egy lájkot, és innen fogjuk folytatni. Úgyhogy búcsúzom is mára. Arrivederci!